A Milka praliné termékei arra buzdítanak minket, hogy merjük kifejezni az érzéseinket. Ezt az üzenetet kellett átadnunk a fogyasztóknak online. Az emberek többségének tényleg nem egyszerű kimondania az első szeretleket, vagy éppen a bocsánatkérés nem az erőssége. De hogyan segítsünk rajtuk? Létrehoztunk egy weboldalt. Profikat hívtunk segítségül, akik szórakoztatva tanították meg az érzelem kifejezés minden trükkjét, a beugró színészeit és a gyengétség professzorát. Hogyan? Gyengétségleckéket hoztunk létre 5 témában. Minden tárgyhoz egy-egy vicces beugró videó tartozott. Én magam személyesen egyszerűen bocsánatot kérek. Jaj, te! Hát szeretlek! Kimondtam! Az 5 videó közül a barátaink azt ajánlhatták nekünk, amelyikre a leginkább szükségünk volt. A megtekintett videót ajánlhattuk, tovább küldhettük. Sőt, a videót personalizálva kaptuk meg a saját Facebook képünkkel. Ismerős? Egy barátod szerint, ha rossz fát teszel a tűzre, nehezedre esik bocsánatot kérni. Számos más funkcióval is felszereltük a tantermet. Egy felmérővel kideríthettük, hogy melyik leckéből férne ránk egy kis gyakorlás. Puska tippeket adtunk érzelem kifejezésből. A legjobbak, akik az összes leckét végignézték, felkerülhettek a tablóra, névre szóló oklevelet nyomtathattak a teljesítményükről. A pralinéba zárt gondolatokkal egy-egy kedves gondolatot küldhettünk a barátainknak. A kampány a Milka Facebook oldaláról és a YouTube-ról is elérhető volt. Itt tettük közzé a kampány teaser videóit is. A leckéket bennerekkel is támogattuk, ahol ízelítőt kaphattak a felmérő egy-egy kérdésének kitöltésével. Több mint 100 000 látogatója volt az oldalnak. Hidd el, neked is jó érzés lesz kimondani.